A Tamási Áron Székely Magyar Művelődési Egyesületben a szebb idő beálltával fölélénkült az élet. Igaz, most még nem a művelődés terén. A kiemelt felújítási munkálatok után az Egyesület székházának rendbetétele van napirenden. Ebben a tevékenységben idősebbek és fiatalok egyaránt részt vesznek. Nagy munkák, amikor befejeződtek a tető, amikor be lett fejezve, úgy nagyon poros volt a terem, és fel lett takarítva a terem, ki lettek hordva az asztalok, a klímák fel lettek újítva, feltöltve, az áram át lett nézve, a függönyök ki lettek mosva, ablakok mosva, vissza lettek akaszgatva, és így sokan a fiatalságból itt voltak, segítettek és dolgoztak velünk. A magyar kormány támogatásával jelentős tetőfelújítást is elvégeztek. 5 millió 300 ezer forintot nyertünk a pályázaton, ez egy ilyen felhívásos pályázat volt, ez körülbelül olyan 14.750-60 eurónak felel meg, és ebből kicsenértünk 500 négyzetméter tetőt, és fent a nagy termünkön az ablaknyílásokat cseréltük ki, mert azok már elég rossz állapotban voltak, és a kinti színpadhoz sikerült még vásárolnunk 12 asztalt és 24 padot. Lőcsei Ilona titkár a jövőbeni tervekről is nyilatkozott. A közgyűlést szeretnénk megtartani, május végén, június elején, ezt majd attól függ, hogy a lehetőségek hogy adják meg. Egyben választói közgyűlés lenne, és az első olyan rendezvény, ahol megemlékeznénk a 60 éves tevékenységről, az Egyesület 60 éves tevékenységéről. Az Egyesület tagsága egyébként már nagyon várja, hogy újra, nagyobb számban szabadon összejöhessen egy-egy jó társalgásra, bárra, muzsikálásra. Összességében várják azt, hogy az élet visszatérjen a rendes kerékvágásba.